Ó, drága grófom, nem engedhetjük, hogy megvásárolj bennünket. Ne aggódjon, drága szerelmem, tán félfáltan a mi érzéseit. Miért nem mersz így valami akra előtt, és szeretjük egymást? Tudja jól, hogy születésemkor elrendelték sorsomat. Hiába szeretem magát, mióta megismertem, nem mondhatok el, hogy atyám akaratán. Miért nem engedi, hogy beszéljek atyával? Talán meg tudnám győzni, hogy változtasson döntésén. Hisz elég előkelő családból származom, ami megfelelő indok arra, hogy Frigyünk megvalósulhasson. Nem ismeri apámat, maka, csőfejű. A rangban csak a vagyon tiszteli. Ó, drágám, mindent megtennék önnél. Grófnő, Ungern von Weizenburg gróf mindenhol van. Atyám nem láthat meg minket. Siessen, bújjon el a szekrénybe a ruhák közé, ott biztosan nem leli meg. Hol vagyok? A fizika teremben. Itt itt vagytok? Tehát cselédek? Martalócok vagyunk a szomszéd teremből. Cselédek, könyörgöm, 21. század. Mi ez a ruha rajtad? Ezt nem értem. Megújtam a szekrénybe és itt találtam magam. 200 év telt volna el? Az hogy lehet? Akkor én már rég pur és hamu lennék. Ismerős vagy nekem. Én Mária Elizabeth Ungern von Weizenburg birodalmi grófnő vagyok. Kiket tisztelhetek a hölgyekben? Diákok vagyunk a Bencés iskolából. Én Karolin vagyok, ő pedig Karolina. Nem összekeverni minket. Oda nem csak legények járnak? Már nem, de várjunk csak, Weizenburg grófnő. Te nem Eszterházi Fényes Miklós felesége vagy? De... felesége? Akkor Frigyünk mégis népre jöhet? Nagyon úgy néz ki. Na figyeljen, grófnő, részt veszünk egy Eszterházi történelmi versenyen. Maga segíthetne nekünk. Meséljen Miklósról. Mit is mondhatnék? Miklós kellemes úr. Járása szapora, tartása laza és könnyen. A haditudományától eltekintünk, pontosan ő az, akit irodalmának nevezhetünk. Gálás könyveket olvas, angol, német, olasz és francia nyelven. Szeret rajzolni, festeni, szereti a művészeteket, a zenét és az építészetet, és általában véve egész életének, szívének óhajait követi. Sokat ad a fegyelemre, a rendre és a pompára. Ez meg micsoda? Ez egy laptop. Laptop? Ugye tudod, hogy még így sem érti? Tényleg csinálhat meg egy selfie-t? Azt sem tudja, mi az. Megenged egy képet? Nem. Mert a képet jobban tudja, mi? Csinálhatnak egy portrészerűséget, ami nem festve lesz, és sokkal gyorsabb. Természetesen. Miklós, szerelmem! Drágám, 200 éve önt keresem!